Istenem, de meguntam már ezt a tévénézést. Istenem, de unalmas. Jól van, legalább a házban nem gyulladt fel ezektől a fáktól meginektől. Husi! Hol van Husi? Husi! Hol van? Fenn van itt talán az emeleten? Husi! Ebédidő! Husi! Hol van ez a macska? Hova tűnt? A WC-ben nincsen. Itt a izébe sincsen. Hol van? Naptárba se jelölt, meg semmit, hogy elmenne. Nem tudom, hogy hol lehet. Husi! Itt van a cipős izé. Eltűnt. Hova ment? Itt kint talán? Nem, itt kint sincsen. Sehol nincsen Husi. Hova tűnt Husi? Nem már! Ó, Istenem, már megint elkóborolt. Aj, nem hiszem el. Na jó van, mindegy, inkább hagyjuk. Fúristen, annyira ideg vagyok, nem lehet felhívni tényleg a rendőrséget, vagy valamit, vagy nem tudom, valami bejelentést fogunk tenni, vagy valami. Mert ez így egyszerűen nagyon-nagyon nem jó, hogy csak így eltűnik, meg elkóborol össze-vissza. Sehol nincsen, se a kertben, se hátul, se a házban. Ez így már egy veszett fejszel jele, vagy hogy mondják ezt. Ó, Istenem, mindegy, nem baj. Valaki kopog. Jó napot! Jó napot! Hello, jó napot, miben segítetek? Annyit akartam mondani önnek, hogy elvittük a macskáját be a kórházba, mert valami betegsége volt, és el kellett vinnünk. Mi az, hogy betegsége lett volna? Tök jól volt. Hát kivizsgálásom van, de valami nem volt jó vele, ezért bevittük a kórházba, elvittük. Szóval csak azért jöttem, hogy szólják, hogy ne aggódjon, mert benn van a kórházba. És meglátogathatom, vagy valami? Igen, persze. Okay, jól van. Hát, okay. Hello! Jézusom, srácok! Uram, atyám! Miért vitték el Husit? Tök jól volt! Nem volt semmi baja! Nem, ezt tudja, ezt én nem hiszem el. Na jó, okay, elmegyünk megnézni. Nem tudom, hogy tényleg mi történt Husival, de akkor elmegyünk a kórházba, azt megkeressük. Nem tudom, hogy hol lehet. Biztos itt kell lennie valahol bent. Istenem, komolyan mondom, milyen izé betegséget össze nem szed ez a macska meg minden. Biztos azért van, mert mindig a kukát turkálja úgy, mint kis. Na jó van. Körbenézünk itt. Talán ezen a folyosón lesz valahol. Husi, halló! Nem, itt nincsen. Akkor lehet, hogy valahol feljebb van. Nem tudom tényleg, mi történt Husival. Lehet, hogy nem tudom. Én azon gondolkozok, hogy ez miért lenne beteg Husi? Nem hiszem el, nem lehet beteg. Husi? Szia! Ja. Mizu van veled? Te mit keresel itt? Bezúztuk a kórházba, mert ízéltek nekem, hogy nem értik, hogyan beszélek, hogy valami ilyesmit magyaráztak. Elvittek. Micsoda? De nekem azt mondták, hogy te beteg vagy. Mi? Nekem egy szóval említették, hogy beteg vagyok. Annyit mondtak, hogy elviszek, mert tud beszélni, megnézzük. Jézusom! Na jó, Husi, innen valahogy ki kell téged akkor szöktetnünk, vagy nem tudom. Hát ez így nagyon gáz. Gyere! Gyere, kövess egy gyorsan, várjál. Gyere. Jogi, szerintem fussunk minél gyorsabban, nehogy itt tényleg észrevegyenek, vagy bármi. Gyere gyorsan. Jó, oké. Okay. Jól van, oké, gyere, csak menekülj, és ne izéljél. Jézusom! Nem, csak nem fognak már eljönni, hát nem hiszem, biztos, hogy nem mernek már még egyszer elrabolni téged. Komolyan mondom, na, gyerünk! Befele, és nincs ilyen, hogy elrabolgatás, na. Istenem, na, Husi, itt a kaját, nézd, csináltam hambit. Te, finom, na, nyugi, jó étvágyat meg minden. Akkor, nem tudom, jó étvágyat, igen, kajáján nyugodtan. És hát akkor, figyelj, nem szólt, hogy tényleg még egyszer erre bolynak, tényleg nagyon legyél óvatos, nehogy bárki jöjjön, nehogy kaput nyissa bárkinek, vagy ilyesmi, oké? Oké. Jól van, na, én addig visszatudok tévézni, sőt, ja, én addig kitökítem a padlást, oké? Jó. Jó van, na, addig pedig nem tudom, szóljál tényleg, hogyha bármi van. Na jó, srácok, tiszta ideg voltam, de komolyan mondom már, hogy bármi baja történt Húsinak, vagy valami. Na mindegy, jól van, kicsikét ki kéne porolni az ilyen törülközőket, kicsikét ki kéne mosni az ilyen mosdókagylót, meg ilyenek. Szappan, az tökéletes, ott fúj, WC-t nem akarunk pulszolni, vagy... mindegy, nem vagyunk milyen izék finnyások, nagyon jó. Oké, okay, várjátok még a kádat. Hú, azt majdnem elfegyettem. Kádat is egy kicsikét kipucoljuk, nagyon jó, oké. Okay. Király, jó, amúgy meg így alapból egész nagy tisztaság van. Na jó van, Husi, hozok neked kaját még. Husi. Nincsen semmit senki, már nem találkoztál? Nem. Jó van, oké, okay. Akkor szerintem itt az ideje, hogy aludjunk, oké? Oké. Okay. Na, jó éjszakát, feküdjél le. Jó éjt. Szia. Istenem. Jó reggelt. Hú, Jézusom, na mi van? Megint jót aludtunk. Na jó van, Husi.
Nem hiszem el. Már megint eltűnt? Husi! Hol vagy? Husi! Aj, nem hiszem el, de komolyan mondom, már megint elrabolták? Ha megint elrabolták, vagy csak játszadozik velem, én kinézem belőlem, hogyha játszadozik velem. Husi! Valaki! Betörtek amúgy a házamba? És elrabolták? Hogy merik? De komolyan mondom, na jó van, nem érdekel. Srácok, szerintem itt az idő, hogy kicsit komolyanban vegyük ezt a dolgot, és ne csak úgy, hogy oda megyünk és megkérjük, meg elvisszük, meg ilyenek. Szerintem itt az idő, hogy egy kicsit komolyabban vegyük ezeket a dolgokat. Na, szóval, vegyünk akkor egy kis fegyvert, meg ilyeneket. Jézusom! Mennyi katona van ott a kórház előtt? Ezek komoly... Úram, atyám, és jönnek ide a katonák. Na jó van, úgy tűnik, hogy meg be is védetik konkrétan húst, nehogy vissza tudjuk őt szerezni. Jó van, oké. Okay. Jó napot, uraim! Uraim! Mi? Jó, oké, okay, akkor lövöldözzünk. Akkor nekem aztán így is jó. Nekem aztán így is jó. Hogyha vérre akartok játszani a macskám ellen, akkor nekem aztán tök mindegy. Én aztán kiállok húsért. Na gyerünk! Lőjük szét az összes katonát. Gyerünk! Jézusom! Konkrétan csak úgy rám támadtak! Nagyon van, gyerünk, lőjük őket, gyerünk! Husiért meg kell csinálnunk, gyerünk! Gyerünk, jó, oké, bebújunk itt a busz megálló mögé. Jó, innen is lőjük őket. Jézus, amennyien vannak! Uram, atyám! Jó, oké, úristen, jó, pisztoly, gyerünk! Bam, 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 bam! Jó, ez így elég gyenge pisztoly, oké, kicsikét inkább elbújunk. Jézusom, jó, együnk még egy ópiálmát. Mennyien vannak! De jó, gyerünk! Gyerünk! Jó, oké, meghaltak? Oké, okay, azt mondom, hogy meghaltak. Hú, na jól van, oké. Okay. Ezt a maradékot még kilőjük. Hogy akkor már legalább újra töltsön a fegyverünk. Ott az orvos. Jól láttam, hogy az orvos? Mit csinál? Nem akar beengedni. Oké, okay, én fel nem játszottunk így is. Na milyen orvoskám? Hello! Cső! Hello! Egy adatokban, amit szeretne? Hát, jöttem a macskámért. Milyen macskáért? Beszélő macskámért, akit elvittek, nem tudom, ki tudom, tudományozni, vagy nem tudom, ilyen kitanulni. És maga szerint én így oda fogom vinni magát, és akkor, vigye a macskát, egyszer már elvittük. Dehogy is, hát tudod, hát miért gondoltam volna ezt, én másra gondoltam. Ilyet szó, hogy oda fogja adni. Ki kérte arra, hogy adja oda? De komolyan. Nem kell odaadnia. De hogy is, miért akarnám én, hogy odaadják? Én elveszem magamtól is. Ki az, aki nekem a mocskámat majd el fogja rabolni, meg ilyenek? Nagyon van, töltsünk rá mindenre. Gyerünk, Jézusom! Ott még vannak katonák, ezekkel gyors végezünk. Nagyon jó. És akkor szerintem menjünk is fel, srácok, gyerünk. Jézusom, komolyan mondom, töltsünk azért erre az AK-ra. Nagyon van, Husi! Husi! Husi, itt vagy? Láttam. Csak gyere nyugodtan, nyugalom, nincsen semmi gond. Nem kell róla tudnod, mindegy. Nem hallottad a lövöldözéseket? Nem egészen, mert egész idáig aludtam konkrétan. Ja. Oké, okay, gyere nyugodtan. Nem nyugi, csak páran itt védtek téged, aztán elintéztem őket. Nyugi, már nem hiszem, hogy fognak. Nem, az orvos már előttem, aki elrabolt, nyugi. Nem kell félned tőle. Na, felveszem az itt a cuccokat, hogy ne itt lebegjenek, meg ilyenek. Nyugi, már ők többen nem fognak szerintem nekünk semmiféle gondot okozni, legalábbis hát nagyon remélem. Ezek után már nincsen túl sok esélyük, de mindegy. Menjen nyugodtan, gyere, együnk. Gyere, itt van a kaja. Jó, tényleg, hozzon neked tejet is, gyere, tessék. Ott a tej. Na, úgy van, gyerünk egyed, vagy idad, vagy nem tudom, itt egy kis ópialma, itt egy kis hamburger, buresz, megint, és hát akkor, ja, így szerintem akkor ennyi volt. Hát srácok, úgy tűnik, hogy végeztünk azzal, aki el akart rabolni a macskánkat, és orvosi kísérleteket akart rajta végezni, mert hogy tud beszélni, meg ilyenek, szóval, ja, remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha ilyenek a dobbit kalányok, azok fel meg minden, és akkor találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és itt voltam, Husi. Hello! Sziasztok!